ahogy éled a természet, úgy élednek a környék programszervezői. Így bőven van miről beszámolnunk eheti pilisi szemlénkben, hiszen stábunk is számos eseményen ott járt az elmúlt hetekben. A tartalomból röviden. A kitelepítés 70. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Pilis Csabán. A svábok életét bemutató fafaragásokból nyílt kiállítás Solymáron. Új helyszínen lesz idén a Vörösvári Napok. Összefoglaló a Vörösvári Képviselőtestület legutóbbi üléséről. Utazások keleten címmel nyílt meg Bot Miklós kiállítása a Solymári Művelődési Házban. Természetesen lesznek hírek és ajánlunk programokat. Tartsanak velünk ezen a héten is. Most egy kecskementő hadműveletre indulnak, megmozgattak elképesztő, a legközelebbi farm van itt 150 km-re, 100 km-re, onnan jött egy mentő alakulat. A jó ember az egy ilyen kötélmászó profi volt, akkor innen indultak, innen ereszkedett le. Ott tartja őt a másik, akkor ide leereszkedett, mert innen nem lehetett fölmászni. Másfél-két óráig tartott a tervezés, és még másfél óra volt, míg le tudott ereszkedni ezért. Ráadásul körbe kellett menni az egész vidéken, még már hegyek vannak, ahogy mondtam, mi meg ugye a túloldalt voltunk, tehát mire oda jutottak, akkor ott... De egyébként például Sopron melletti Harkára egy differenc szobrot faragtam, hogy nagy szobrok vannak Észak-Magyarországon, de Magyarországon ott elég sok szobrom van, úgyhogy ott sokat dolgoztam, 10 éven keresztül jártam Észak. De tehát gyakorlatilag nem csak ezeket a témákat, nagyon sokat faragok az egyháznak, nagy betelmeket. A város főtéren nálunk Tatabányán egy 5 méteres nagyságú betlen van, aztán. De több helyre. Már most jövő héten elkezdek már egy betlenet, egy sváb faluba kezdődött a kvármányokat. Tehát a bölcsődei étkezési díj, étkezési térítési díj egy gyermekre, egy főre 1588 forint, ebből a szülők 560 forintot fizetnek, ez az élelmiszer nyersanyag normának az összege. Ez úgy néz ki, hogy a 11 millióból 7,5 milliót az önkormányzat fizet, 4 milliót fizetnek a szülők. A gondozási díj egy gyerekre 2714 forint.